Korábban már beszéltem a pénzverés ősi technológiájáról, amely nagyjából két és fél ezer éven keresztül volt nagyon menő, míg nem a pénzek túl vastagok és túl nagyok lettek ahhoz, hogy kézi erővel egy néhány kilós kalapáccsal bármilyen erős ember képes legyen őket elkészíteni. És itt jöttek képbe a gépek. Bár a hagyományos kézi pénzverés még évszázadokon át húzta, hiszen még a 16. századból is ismerünk olyan ólompróbalapot, próbalapot, amelyen a mester kipróbálta a kész verőtövet és kalapácsát, valamint erejét, mint ahogy ezen az első Ferdinánd kori ólompróbalapon is látható, amelynek két oldalán összesen 19 beütés lehet megszámolni. Mindegyiken a denár hátlapi éremképe látszik rajta Madonna ábrázolás. Az első gép valójában nem is volt igazán gép, hanem a kalapácsos kézi pénzvelés egy fejlettebb változata. Az alsó verőtő továbbra is rögzített maradt, míg a felső verőtő egy függőleges simben, avagy eresztékben mozgott. Erre nehéz súlyt helyeztek, a magas bemelték, így akár több száz kilónyi súlyjal csapott rá az alsó verőtőre elhelyezett lapkára. Az ezzel a technológiával készült tallérok, amelyek jellemző vastagsága 2-2,5 mm, jól felismerhetően magukon viselik ennek a technológiának a nyomát. Mivel a magasról lejtett verőtő az esetek többségében kétszer is koppant a lapkán, általában a pénzeken veret kettőződés, magyarul doppelslág alakult ki. Ennek nyoma jól látható, akár a betűket, akár az éremképet vesszük szemügyre tüzetesen. Az ezt követő technológia a hengeres préselés volt. Ebben az esetben két acélhengerre külön-külön rávésték az elő és hátlapi éremképet, majd a hengerek között áthúzták a hosszú lapkát. A párhuzamosan forgó hengerek többször belepréselték a lapkába az éremképet. Az egyes darabokat pedig egy mai pogácsa szaggatószerű eszközzel ütötték ki. Nagyon ritkák az olyan darabok, amikor nem vágták ki a hosszú lemezből a tallérokat. Egy ilyen hengeres verőgéppel készült lapkát őriz a Magyar Nemzeti Múzeum éremtára is. A két 1898. évi nagybányai Rudolf tallért még nem vágták ki a lapkából. A módszer hátránya volt azonban, hogyha a hengerben sérülés történt, minden fordulattal se lejtett termelt, ezért került kifejlesztésre az úgynevezett pofás verőmű. Ebben az esetben nem közvetlenül a hengerekbe vésték az éremképet, hanem kivehető pofákra, így ha egy megsérült, könnyű volt azt cserélni. Magyarországon a 18. század első évtizedeiben kezdett elterjedni a csavaros verőgép, más néven golyósprés. Érdeme ennek mindenképpen Dani, Daniel Varunak jutott, akit egy korábbi videómban már említettem a második Rákóczi Ferenc emlékér kapcsán. Ennek esetében az alsó verőtő rögzített volt, míg a felső egy hosszú csavarorsó végén helyezkedett el. A tetején lévő karok végén jellemzően egy-egy nagy fémgömb volt, ezzel vagy egy erről lógó szíjjal lendítették meg a kart. Ez a technológia már igen magas plastikájú érmek készítését is lehetővé tette. Ekkor jelent meg az úgynevezett gyűrűbenverés is. A lapkát ugyanis gyűrű vette körül, amely nem engedte, hogy a lapka a verés következtében szabálytalanra deformálódjon, ettől kezdve a pénzek szép kerek alakúak lettek. A golyósprést egészen a 19. századig használták, ekkor váltotta fel az ulhonfének könyök de erről majd legközelebb fogok mesélni.